Hallo Jerika, hallo, hallo, hallo. Mit deinem Nicken, ja? Und Pizza! Intro! Hallo, was ist das denn, Boy? Da most én annyira nem szeretem a sonkás pizzát, mert nem csinálta meg a sonka, viszont most megcsináljuk már érendeglek, úgyhogy ezt fogjuk kicsomagolni. Megint egy ilyen sima vlog és unboxing. Nagyon érdekes. Itt már kicsit szét vagy jöve. Úgyhogy ezt eltépjük. Közben megy a tévén visszaszámlálás. Ugye? Mert nézem, ugye majd most egy 50 perc múlva az Istinek, az Isti, tehát az Istinek jön ki egy Premierbe, ugye az G5 RP. Na és szedem róla sokkal. Így néz ki. Ez ilyen Millerit pizza, vagy hogy ezt mondja, vagy meg. Ez a... kiveszel a hűtőbe, berakod egy fél órára, 35 percre a sütőbe, aztán így finom lesz. Ezt pirad enni. Nem vagy olyan finnyás, mint én. Igen. Egyedül vagyok itthon most. Keményen. Mindnek a videózások. Vágások. Ó, Isten, annyi videót kell megvágni. Közben elírtam a tennapi videót. Azt írtam, hogy epizode. Nem episode. S-sel, hanem z-vel írtam. Következő rész az ma jön ki, ha tanuljunk meg. Én azt gondoltam, hogy egy trükknek kettő videót szánok, az úgy 6 perc vagy 8, de akkor így videón kívül nagyon picit gyakorolok, már nem érem az időt, hogy mennyit gyakoroltam, és akkor az úgy igazságos, hogy hány perc vagy hány óra alatt tanultam meg mondjuk az egykerekezést. Már vettem fel egy kis jelenetet előbb. Úgyhogy ennyire nehéz már nem lesz, gyerekek. Annyit mondok, hogy hát most ilyen közepesen megy. Mert ma egyébként ez ilyen jó, mint a tortilla. De amúgy nagyon jó pizza. Bár én ha a dupla sajtosat szoktam enni, meg a van ilyen lila hagymás, meg az a fehér hagyma, nem tudom, ilyen hagymás pizza, ilyen tejfölös szószal, hát az gyerekek a best. Tehát az, ti. És akkor nekünk van egy kicsi sütőke. Ennyi volt ez a videó, tetszett, nem tudjuk egy lájkot, iratkozzatok fel, sziasztok! Ennyi volt ez a videó.